Az idei első tornán 26, második alkalommal 36, legutóbb pedig egyel több 37 csapat lépett pályára Continental Arénában, a Magyar Kézilabda Szövetség sportág népszerűsítő rendezvényén. A megyei szövetség által koordinált napon 8-9 éves gyerekekkel igyekeznek megismertetni a kézilabdában használatos mozgásformákat. Vannak olyanok, akik először találkoznak a sportággal, de olyan csapatok is szerepelnek a meccseken, ahol nem számolják a gólokat, amelyek már rendszeresen részt vesznek edzéseken. Most a legtöbb csapat a szatmári térségből érkezett. A úgynevezett szatmáruse fehérgyarmati, egyébként a szatmáruse csapat is fehérgyarmati. Csengerből érkeztek csapatok, Ópáiból érkeztek, Mátészalkáról érkeztek csapatok. Ettől függetlenül egyébként ebbe ez az úgynevezett U8-U9-es egyes csoportot rendezi a mi megyei szövetségünk. Saját hatáskörben mindent mi csinálunk, mindent mi fizetünk. Ez az MKAS utánpótlás szakágának a kidolgozása és megbízása alapján történik. Természetesen nagy szeretettel fogadjuk őket, és foglalkozunk a legkisebbekkel is. Minden csapat 2 mérkőzést játszik egy nap alatt, és közben a negyedik pályán a versenyigazgató helyettesünk Márkus Gizella foglalkozik a legkisebbekkel, amikor mérkőzést nem játszanak, az ott kialakított pálya szerint szerettetik meg vele a kézilabdát, illetve a labdás játékot. Fehérgyarmatról 8 csapat érkezett a rendezvényre. A városban jelentős hagyományai vannak a kézilabdának, és jelenleg is megfelelő feltételek állnak az utánpótlás neveléssel foglalkozó edzők, testnevelők rendelkezésére. Hál' Istennek nagyon szélesen fel tudjuk ölelni a fiatalokat erre a sportágra. Igaz, hogy vannak más sportágak, amelyek már elszippantják a már első, másod évben a fiatalokat, de hál' Istennek még eddig minden egyes korosztályban tudtunk kiadni egy-egy csapatnyi játékost, úgyhogy itt minden egyes korosztályban lányok és fiúk tekintetében meg tudunk mutatkozni csapatként. Lelkesek, nem is kell őket buzdítani, a szülők jönnek, támogatnak minket, úgyhogy magára az edzésre is nagyon szívesen jönnek, játékosan próbáljuk őket fejleszteni, úgyhogy próbáljuk őket csábítani, nem más sportágaktól el, hanem inkább megmutatni nekik a kézilabda alapvető ugye, mozgása által a kis csinyát, binyát, és ezeket nagyon szeretik, élvezik, úgyhogy szívesen jönnek. A teremkézilabda szezon hamarosan véget ér, így a megyei szövetség már készül a nyári strandkézilabda szezonra. Június 16-án egy utánpótlás kiválasztót tartanak, majd július 2-án és 3-án ismét megrendezik a Sóstai strandon a Hunbi strandkézilabda fesztivált.